Hát mély tisztelettel üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, és másodjára fogok reagálni, hogy jól van ez ígyre, aki nem követi őket, majd természetesen leteszem a leírásba a csatornájukat, az egy reggeli műsor, minden hétköznap reggel 7 órakor van felvételről, mert hogy valójában egyébként 9:30-kor szoktak nagyjából kezdeni a srácokat Twitch-en, és akkor mindig a másnapi vágott, tehát a másnapi élőnek a vágott anyagát láthatjuk reggel. És most az új műsorban végre nem csak potilikai kérdésekkel foglalkoztak. Na várjál, potilikás vicc. Tudod, mikor volt rossz az ország? Na, mondom, figyelj. Mindig! Így Ravencroax után szabadon. Ja, egyébként igen, megnéztem a Csoki Ravencroax beszélgetést, majd azt is leteszem a leírásba. És hát sajnos tényleg botrányosan rossz volt. Ettől függetlenül én Bandit szeretem, és csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Ez most félrement sajnos, de majd lesz még ezer másik tartalom, ami ugyanolyan szórakoztató lesz, mint az eddigi tartalmak. Egy jó hamburgersítés, pont tegnap én is egy jó smash-t összedobtam. Úgyhogy, ja, azt is leteszem a leírásba, nézzétek meg, nagyon vártam, de sajnos tényleg nagy csalódás volt. Holott az alapvető kérdésével a Bandinak, mármint az alapgondolatiságával, legalábbis abban egyetértek, hogy a srácok tényleg nagyon kritikusak tudnak lenni. Igen, én is azt érzem a srácoknál, hogy akikkel ott a Cérnagyárban együtt dolgoznak, azokkal egy picit elnézőbbek, mint más influencerekkel, miközben ott a Cérnagyárban is ugyanúgy létrejött egy ugyanolyan haszontalan 22. üdítőital, mint ahogy a Vispertonnak és a tököm tudja kinek. Ettől függetlenül mindenkinek szíve joga üdítőitalokat csinálni, és mindenkinek szíve joga ezeket megvásárolni. Úgyhogy majd én is hozok egy bencelét, vagy nem tudom. Szerintetek ez itt szűr csili? Nem, ez fasz a dobozos juice, mert nem vagyok faszom kisgyerek. A lényeg, hogy közlekedési kérdések, illetve inkább szituációkról fogunk beszélgetni, olyan utasokról, vagy olyan utas gondolkodásról, amik tényleg jellemzőek, és én magam is a mindennapokban tapasztalom. Úgyhogy, ja, kezdjünk bele, ide majd levágom nektek, azért is ültem így fél oldalasan, hogy ti is lássátok, amit én látok, meg hallok. Úgyhogy akkor kezdjünk, én azt mondom, kezdjünk neki. Jó, van ez így. A tömegközlekedésen rengeteg hely van, akkor is mellédülre, vagy szorosan melléd áll valaki. Ja, visszatért az Uber, azt tudom, de sok értelme nincsen, ugye? Visszatért az Uber, ezt jó tudni. Egyébként tényleg visszatért az Uber, de valóban sok értelme nincsen, ugyanaz a díjszabás vonatkozik rá, mint a taxira, és az Ubernek valóban az volt régen a nagy varázsa, hogy az olcsó volt, meg hát tulajdonképpen mindenki lehetett Uberes az utolsó Suzuki Swiftjével is. Na, most ez nem ide tartozik, de menjünk tovább. Szóval, ha tömegközlekedésen rengeteg hely van, akkor is mellédül el, vagy szorosan melléd áll valaki. Hát ez etikett 101, nem? Ez alapvetés. Legtöbben nem örülnek neki. Ezt hogy mondd el, hogy milyen felmérés legyen. Ja, Istenem. Jó, lehet, hogy valaki nem nézi, hanem mosogat közben. Így van. Vagy füvet nyír. Úgyhogy legyél jó, tehát 70% azt mondja, hogy ez szinte felrobbanok tőle. És hát Te melyik vagy? Hát engem is rohadtul idegesít. De ne. De nem ül melléd senki. Nem üdök rá. Ezt már megtanultam, ja. Hogy ha leülsz a tömegközlekedésen, akkor melléd ülhet. Jó, de jó csaj ül oda. Akkor valószínűleg bolond. Annyira nem idegesít, hogy felrobbanjak tőle. Hát most értem, ott ül. Lehet, hogyha egy nő lennék, és ilyen creepy csávok ülnének oda, az más, de hogy így nappal megyek A-ból B-be, és csak oda ül valaki, így nem is figyelem igazán. Amikor ültél az esztergomi buszon, és melléd ült az osztálytársad. Ültem a limuzinba, és így beültem elé. Nem csöves. Hát ja, nyilván ugye nem mindegy, hogy ki, hogyha egy ismerősöd ül le melléd, akkor ez nem biztos annyira. De ez az egyetlen kérdéskör, amit az elején felmerült, ez a mellé, tehát mellétek leülnek, ez így zavar-e titeket. Őszinte leszek, én sem kedvelem. 196 centi magas ember vagyok, hosszú lábakkal, és alapvetően például a vasúton, én ugye ott utazom a legtöbbet, alapvetően törekszem arra, majd erre is lesz szó, hogy ki hol szeret ülni, és hogy az miért fontos, és miért nyomul meg. Na, mert erről is lesz szó, akkor majd arról beszélek. De alapvetően a négyes üléseket preferálom, és én sem szeretem, főleg, hogyha szembe ülnek velem, tehát a vasúton inkább az a kényelmetlen még a négyes ülésben is, ilyen magas embernek, hogyha szembe ülnek vele, hiszen a lábam az elgémberedik konkrétan.
Úgyhogy igazából én sem kedvelem, vannak erre egyébként megoldások. Például a vasúton tudom nektek ajánlani, hogy vegyetek egy sört valamikor, tök mindegy mikor, ígyátok meg otthon, vagy akár a vonaton is megihatjátok, de én rengetegszer csináltam azt, hogy konkrétan egy üres dobozt cigöltem magammal, egy sörös dobozt, és tegyétek ki arra a kis asztalra a négyes ülésbe, és az eseteknek a 70%-ával azért bejön, az emberek nem szeretnek olyan ember mellé vagy elé ülni, akik alkoholt fogyasztanak. Ide a veselegem, nem venné nekem egy sört, vagy egy cigit, ha már ilyen jól beszélgettük. Nem. Mármint ezt most a régi osztálytársainknak mondod. Igen. Na jó, az a lényeg, hogy ne üljetek emberek mellé, mert idegesek lesznek ezek szerint. Ja, főleg a lányok, nem. Szegények melléjük ültök, nem vagytok jó pasik, akkor geci idegesek lesznek. Így van. Egyébként a vasúton lehet csajozni. Ebben is egy hatalmas nagy különbség van. Szerintem a budapesti tömegközlekedése nem lehet csajozni. Tehát most melléd leül, értem, hogy ez csak poén volt, csak ez most egy tök jó feltevés. Tehát leül melléd egy csaj, mondjuk a 99-es buszon, mentek a Blaháig, és igazából miért szólítanád meg? Vagyis inkább, hogy szólítanád meg, érted, a tömött buszon, miközben jobbról éppen sír egy anyukának a gyereke, balról éppen a bűzölgő hajléktalant kell szagolni, és akkor leül melléd egy jó csaj, és akkor így odafordulsz, hogy gyakran jársz ide, vagy nem. Tehát, hogy nem tudom azt a szituációt. Én életemben nem csajoztam még budapesti tömegközlekedési eszközön. Jó a segged, nem ennél vevül egy olyan intenzív, behatoló szexre? Menjünk az aluljáróba. Szerintem az a szituáció, amikor még ha érzed is, hogy a másiknak bejössz, volt már ilyen, hogy így a metron szemben ültetek egymással, és éreztem, hogy bejövök neki, én is, nekem is bejött ő, és így pontosan tudod, hogy valamelyik megállónál valamelyikőtök le fogsz állni, és a büdös életben nem fogtok találkozni, az eléggé gyötrelmes érzés tud lenni. Darkness my old friend. Hello, darkness my old friend. De a vasút más, a vasúton hosszabb az út, és egy hosszú úton én legalábbis, hát most nem fogok itt nagyon kaserolni magamat, de azért egy párszor már összejött valami, még akár kapcsolat is ezekből a, vagy akár barátság, vagy inkább haveri viszony. Tehát, hogy alapvetően a vasúton rengeteg kapcsolatra tettem szert, és ebben nem kell rögtön azt belegondolni, hogy most egy szexuális tartalmú, vagy akár komolyabb olyan is volt, de alapvetően akár rengeteg haveri viszony is kialakult, akár nővel, de akár más, tehát a nőkön kívül még kik vannak? Ja, a férfiak. Szóval, hogy ja, lett haverom így, mit tudom én, mentünk, hol is? Lajos Mizsein mentünk, igen, és hol is lakik a srác? Ócsán, azt hiszem. Ja, és Lajos Mizsétől itt tök jól eldumáltuk, az kiderült, hogy egy csomó mindenbe ilyen tökre egy hullámhosszon vagyunk, és azóta is így ilyen haveri szinten szoktunk néha dumálni, vagy volt már, hogy beültünk, megittünk egy sört, de volt, mondom, már ilyen hölgy ismerős is, meg Sopronból jöttünk haza, ilyen fülkés vonaton, és akkor lemerült a telefonjaim, meg na hát például egy tök jó szituáció, lemerült a telefonja, és láttam, hogy ugyanolyan iPhone-ja van, mint nekem, mondom, felajánlom, mert nekem úgyse kell a kábel, és innen már megindul egy beszélgetés, tudjátok. Ez olyan, mint a cigit, meg a helt is sokan kihasználják ilyen kapcsolati tőke gyarapítására, hiszen a cigarettázó emberrel a világon a legkönnyebb kapcsolatot teremteni. Van tüzed? Na, menjünk tovább. Jó, tömegközlekedésen a táskájukat az ablak felüli széken pihentetik utasok. Már ideges vagyok. Hát itt is, itt 50% fölött van szinte felrobban, de tehát az embereknek a túlnyomó része 80% fölött legalább valamennyire zavarva érzi magát ettől. Én meg akkor is zavarra nem ülök le. Mert miért a kis táskájának, miért nem tudja az ölébe rakni a hátitáskámat, lerakom a földre, és lemérnek az hátizsák. De hogy... Belemásznak a patkányok. Kit érdekel? Hogy itt tényleg a kis táskákat, meg ezeket, amit tényleg aztán bele lehet rakni az öletbe, de akkor idegesített legjobb, amikor látom, hogy így nyomorognak a buszon az emberek, és akkor ott ül valaki, és így bent ott van a szar, és így adj erőt. És akkor van, aki néha azt mondja, hogy akkor bemehet, és akkor elveszi, hogy bemásszon, és akkor így át kell mászni azon. Soha nem értettem, tényleg soha nem értettem azokat az embereket, akik a budapesti tömegközlekedésre tényleg így felül, így a, és leginkább tényleg iskolások szokták, hát azoknak van hátizsákra, így felül, és nem azt csinálja, hogy leül, mint én, és így. Én így szoktam.
Tök jó, még kényelmetlennek sem mondanám, leülök arra 8 busz megállóra, azt csókozom, mindenki jó el van. De nem, mit csinál az iskolás, így leül a tömött buszra, van egy ilyen kettes hely, és így... Így, már elnézést. Hú, az tényleg engem is felcses. Visszatérünk az első ajtós felszállásokhoz, a problémákra, amiket úgy, fú, olyan boldog voltam, hogy meghaladtuk, amikor először, amikor fölköltöztem Budapestre, meg talán már Krakkóba is ezt láttam, és aztán utána megint nem értettem Sopronba, hogy miért van ez. Hogy bocsánat, hátra tetszene engedni? És akkor jól van, bezne. Elenged, mert neki ott kell állnia elő. Elő kell állnia. Sose fogom megérteni. Még csak nem is beszélget a buszsofőrrel, ami valószínűleg a legizgalmasabb dolog a buszon. Tömegközlekedési eszköz ajtajában átsorogni, vagy ugyanúgy a megállóban átsorogni, és nem leengedni az éppen leszállókat. Az emberek 67,5%-át kurvára idegesíti. Ez most milyen meglepetés, hogy idegesít, hogy valaki szándékosan szabotál téged. De 90% egyetért abba, hogy ez nem megfelelő magatartás. Vagy már, amikor már szaladt föl a metróra, miközben még le se szálltak az emberek, már megy be, és így fú, ott felejti őt a metró. Pedig tényleg a metrónál aztán tényleg nem kellene besietni, én nem szeretnék bántani senkit, de amikor így szállna le az ember a metról, és valaki nem így tolakszik be, ott az embernél elgondolkozik, hogy bam, így kilökje. Hát de tényleg mit gondol? Nem, tehát tényleg... Csak így eszembe jut ez a szituáció, és ideges leszek, hogy nem tudsz kiszállni, mert ő már tolakszik be. De van egy ilyen etikett, és ez minden vonatnál, busznál, minden tömegközlekedési eszköznél ez egy létező dolog szerintem. Na, ez az első ajtós felszálláshoz azt mindenképpen hozzátenném, hogy ebben van igazság, hogy az emberek valahogy felszállnak ott az első ajtón, de egyébként tessék, vasút, ugyanez, déli pályaudvar, mondjuk ott ritkában szoktam felszállni, de mondjuk akkor nyugati, ott sűrűn szoktam. Nyugati pályaudvar, benne áll egy ilyen tetűhosszú vonat, most azért mondom így, hogy azok is értsék esetleg, most nem mondom, hogy flört, meg mit tudom én, egyébként 3 egység flört, azért nálam elég sokan tudják, hogy ez mit jelent. Na most ez úgy van, hogy ugye itt a csarnok. A vonat ezen fele csurig van. Tehát nem tudsz megmozdulni, egy gombostűt nem tudsz ledobni, mert az emberek és az utasok azok tetű lusták. Erre már rájöttem az évek alatt. Ugyanis előre sétálsz még egy 150 métert, és a vonat eleje meg full üres. Ez tényleg így van. És ugyanez van tényleg az első ajtós felszállás, hogy felszáll a paraszt, mert elnézés, mert tényleg az, és a parasztokat sem szeretném degradálni. Ez egy szintén ilyen szocializációval átalakult kifejezés, ami pedig alapvetően egy teljes mértékben normális és pozitív szó, vagy hogy mondjam, tehát nem egy ilyen degradáló kifejezés a paraszt, bár ugye használhatjuk ebbe a formába is. Fú, ilyen nagy nyelvész vagyok, mekkora menőség. Na mindegy. Szóval tényleg így felszáll az első ajtón, és nem megy tovább. Miért? Miért? Úgysem ott fog leszállni, mert az első ajtót felszállásra használjuk, nem leszállásra. Felszáll, és átmegy hátra, vagy középre, vagy leül, ha letud. Tényleg nem értem. Ezt tényleg nem értem. A másik pedig járművezetői részről, én nagyon megértem azokat a járművezetőket, akik például hagyományos tátrát szeretnek vezetni, és azt is megértem, és most szólok itt mindenkinek, erről akartam már egyszer külön videót csinálni, hogy a metróban, a 3-as metróban, meg a 2-esben, tök mindegy, nyomogathatjátok az ajtón lévő gombot, nincsen egyébként üzemben. Nem tudom, hogy feltűnt-e, hiába nyomogatjátok, nem is világít, nem fog történni semmi, ahogy a benti részen sem működnek ezek a gombok, és hála a jó Istennek, járművezetői részről biztos, hogy hála a jó Istennek, ugyanis a lehető legrosszabb ez a megoldás, ez a nyomogombos megoldás a járműveken, és ez nem csak Magyarország specifikus, hanem egész Európában jellemző, hogy nyomogomb van a járművek ajtajain, ugyanis ez járművezetői szemszögből, ez úgy néz ki, tudom, hogy le tudja zárni a járművezető, amikor már hiába nyomkodod mondjuk a 4-es 6-oson, tudom, de ez úgy néz ki, hogy megáll a 4-es 6-ossal, mondjuk a kombinóval a villamosvezető, nézi a izét, a holdfényjelzőt, hogy még nem szabad, jó van, utasok felszálltak, minden ajtó becsukva, jó van, a paraszt most szalad fel a metróról, jó, már megnyomta a gombot, mert én már nem tiltottam le, jó, holdfényjelző már szabad, szálljál már fel, csukodjon már be az ajtó, és még jön még egy paraszt, az is megpróbál, addigra már talán ki tudsz húzni, de egy ilyen teljes agystressz, ilyen nem is létezik ilyen szó, szóval teljes stressz egyébként,
És ezért volt sokkal jobb az UV villamos, mert mi történt az UV-nál, nem volt nyomógomb, meg semmi. Szépen felszálltak, jó, úgy látom, hogy mindenki felszállt, holdfényjelző mindjárt szabad, csukom az ajtót, becsukottak, és már nem volt olyan, hogy nyomogattad, öcsém. Ott nem volt olyan, hogy nyomogattad. Becsukódott, megvárod a következőt. Egyébként is soha nem értettem, aki a 4-es 6-os után hétköznap mondjuk déli 11 órakor fut. Miért? Már a Corvinnál van a én villamosom, arra akarnék felszállni, én meg jövök fel, akkor sem kezdek el rohanni, mint az őrült, mert hátra nézek, és a Mester utcán nem, ott áll a következő. Ugyanez a metró. Tehát aki csúcsidőben a metróért fut, indulj el időbe akkor, ha ennyire sietsz. Tehát most nehogy már 2-3 percenként járó metróhoz rohangáljak, meg a kombinóhoz, amit egymást érik a 4-es 6-oson. Ezektől az emberektől ki vagyok. Itt volt szó, most nem akarok mindent bevágni az Ádáméktól, de volt szó, amikor futnak fel a mozgó lépcsőn, meg futnak le a mozgó lépcsőről az emberek, és majdnem félre sodornak téged, bár azt sem értem, hogy miért nem tudjuk betartani, hogy a mozgó lépcsőn megfelezzük a mozgó lépcsőt, és az egyik oldalán azok állnak, akik baromira ráérnek, mondjuk a jobb oldalon, és a bal oldalt meg szabadon hagyjuk azoknak, akiknek mondjuk fontos ez a rohadt 3 perc, hogy el akarja csípni a 8E autóbuszt, mert éppen még 20 perce van odaérni a rossz lányokos rendelésére. Ez ide mit találtam? Ó, lekapcsoltam egy fizető vendéget, nagyon sajnálom. Nem tudom, miről beszél, én csak üldögélek itten, és békésen szukodúzok, látja? Na jó, először is a szudukó bunkókám. Hogy először, aki le akar szállni, az leszáll, majd hogyha mindenki leszállt, akkor el lehet kezdeni felszállni. Na, ez a másik. Kelenföldön szálltam le most 2 nappal ezelőtt a G43-asról, vonat, aki nem tudná, ugye, és... Na most azt úgy kell elképzelni, 42-re jön be a vonat, teljesen köztudomású, és 46-kor megy ki, tehát 4 percet áll Kelenföldön, persze, hogyha időben érkezett, ez most pont időben érkezett. Na úgy, és szállnánk le, mert ott hatalmas az utascsere, ugye? Sok a leszálló és sok a felszálló. Szállnánk le, és nem egy paraszt, hanem a parasztok ott állnak az ajtóba, különböző emberek, tehát nem is egy család vagy egy brigád, hanem különböző emberek, hogy lehetett látni, hogy Mari nénit nem tudom összekötni a ekkora dagat nővel, aki éppen telefonál, meg a csávóval, aki inkbe, meg napszemüvegbe állt, igaz, szakadt az eső, de akkor ez nem is 2 napja volt, hanem 3 vagy 4, de mindegy, kell a napszemüveg, most nem is ez a lényeg, és ott álltak, és konkrétan le se szálltunk, és már a dagat nő, az ekkora dagat nő, már jött így be fel az ajtó fele, érted? Hát alapvetően kíváncsi természet vagyok. Például most arra lennék kíváncsi, mennyit bír ki a szék, amin ül. Már jött így be, hogy ő felszáll. Jó, van, mondom, mondtam is, ott nagyon kiakadtam, és mondtam, mondom, utazási kultúráról, mondom, hallott? Mondom, először leszállnánk, aztán majd önök felszállnak. És akkor még ő volt felháborodva, pedig ugyanígy mondtam, tehát végülis kulturáltan, semmit csúnyát nem mondtam. Borzasztó! És a metrónál ugyanezt tapasztalom, villamosnál ugyanezt tapasztalom. Pedig aztán a vasúton tényleg ott van egy jegyvizsgáló, aki nézi, hogy hiába zöld a jelző, vagy már van 46 és indulás van, ha még az a dagatnő még mindig nem tudott felszállni, akkor megvárjuk, amíg felszáll, és akkor adja a jelzést ugye a mozdonyvezetőnek, vagy motorvonatvezetőnek, hogy tovább haladhassanak. Illetve még van egy menesztő is, egy forgalmista, aki még meneszt. Tehát 3 ember figyeli azt a vasúton, például a Kelenföldön, a forgalmista, a jegyvizsgáló, meg a motorvonatvezető, hogy mindenki, az az utolsó dagatnő is beguruljon abba a flörtbe. És most nem a dagattakat akarom bántani, de tényleg ez egy ilyen, egy annyira tipikusan antipatikus személy volt, hogy ez valami elképesztő. Na, menjünk tovább. Fú, ez már nagyon specifikus, csak itt most már kicsit bajban leszünk. Oké, valaki a megállóból elindulva azonnal helyezkedik az ajtóhoz, hogy nehogy fennmaradjon a járatom, mikor bőven elég lenne a megállónál szólni, hogy bocs, leszállnék. Arról van szó, amikor... Mikbe vagy bázni? Becsukódik az ajtó, és így valaki így oda tolakszik az ajtóhoz, hogy ő majd le akar szállni, hát 1/4 óra múlva. Ja. Ugyebár. Meg akik így helyezkednek, hogy látják, hogy jön a megálló, és így elkezdenek így mondjuk a 4-es 6-oson jellemzően szokott tenni, hogy így mindenki le fog szállni. Mindenki le fog szállni kb. Annál a megállónál, de el kell kezdeni helyezkedni, mert mi van, hogyha fönragadt, és így izgulnak az emberek. Nehogy fönnmaradjak. Lehet, hogy nem gyakran utaznak azzal, hát és nem tudják, hogy lefog. Hát a 4-es 6-os,
Hát az soha többé nem jutok vissza ehhez a megállóhoz. Örökre ott ragadok a Megvártligetnél. Ott kell majd leélnem az életemet. Na, igen, ez egy jellemző forma a vasúton is. Ugye leginkább mindig a vasútra ugrok át, de hát itt a srácok elmondták nagyjából a budapesti élményeikkel, én is egyetértek és magam is tapasztaltam, de ugye én leginkább vasúton mozgok, és soha nem értettem, de tényleg soha nem értettem azokat az utasokat, és igen, elfogadom, amit mondott itt az Ádám, vagy a Csoki, Ádám mondta, hogy lehet, hogy nem sokszor utazik, igen, egy vasúton még jellemzőbb az, hogy valaki nem sokszor utazik mondjuk Sopronból Kelenföldre, és akkor már úgy nézelődik, hogy húha, mindjárt jön meg csomagok, tudom, igen, az előbb pont erről beszéltem, én is hagytam már fent zacskót úgy, de az meg az tényleg úgy történt, hogy így már, tudjátok, Osztravában voltam előtte, meg végigutaztam a fél napot, és már így voltam a vonaton. És akkor így hirtelen jutott eszembe, hogy basszus, mindjárt átszállok, tehát hogy az egy más szituáció, de azt, amikor Tatabányát elhagyjuk, de ez nem vicc, elhagyjuk Tatabányát az Intercity-vel, Soproni pont az élő példát hoztam megint, majd mindjárt mondok még egy másikat. Elhagyjuk Tatabányát a Soproni Intercity-vel Kelenföld irányába, és bemondja a jegyvizsgáló ugye nagyon aranyosan, hogy Kelenföld állomás következik, addig nem állunk meg. És a néni meg a bácsi elkezd csomagokkal pakolászni, és odáll az ajtóba, és csodálkoznak 20 perc múlva, hogy még mindig csak Török Bálint, majd Budaörs bejáraton vagyunk, érted? Tehát, hogy azért van egy határ szerintem, amikor így teljesen értelmezhetetlennek gondolom azt, hogy elkezdjünk pakolászni. De a másik, szintén élő példa, ez is megtörtént, ez pont tegnap történt meg, hogy azt sem értettem igazából, szintén egy bácsi meg egy néni volt, szintén nagy csomagokkal, szerintem ők valahonnan jöttek kökire már, tehát Cityvel, Szegedről, vagy nem tudom, azt hiszem akkor Szegedről, mert az jött be előtte. Na mindegy, és felszálltak, és leültek a négyesbe, letették a csomagjaikat, és Ferencvárost elhagyva, bemondta szintén ott az automata, hogy Kelenföld következik, és érted, még fel se mentünk a hídra, fel se mentünk, még a Dunát még nem is láttuk, ők már oda beálltak az ajtóhoz, és ugye most, mivel épül ott a mindenség is, ezért nagyjából egy ilyen 8 perces út, és 8 percet, és láttam a néni meg a bácsin, hogy alig bírnak állni, mert öregek, és nem értettem, igazából nem értettem, hogy miért. Jó, oké, ritkán jár arra, de valahogy nem tudom, azért csak van annyi tájékozódási alapja, hogy legalább a Dunát megvárom, érted? Tudom, hogy Kelenföld Budán van, és nem a Duna mellett konkrétan, nem tudom, nekem ezek furcsa dolgok, tehát ennyire nem ismerni, hogy hol és mikor kell elkezdeni pakolászni, lehet, nem tudom, mert én is járok külföldre, és most ezen az egy szituáción kívül én nem szoktam túlzásba vinni, vagy ott a Google térkép megnézed, hogy hol vagy, és látod, hogy Kelenföld még 10 kilométer, nyilván nincs ennyi Fraditól, de lényegtelen. Na mindegy, ez nekem furcsa, nekem is igen. Járdán bicikliző emberek, akik ráadásul lecsengetnek, hogy menjél arrébb. Igen, ebben azért az embereknek a kétharmada egyetért, hogy ez irritáló dolog. Járdán ugye elvileg nem szabályos biciklivel közlekedni, hanem az úton kell. Én megértem azt is, aki fél az úton közlekedni, de a járda az a gyalogosé. Úgyhogy a járdán úgy kell biciklisként közlekedni, hogy te ott vendég vagy. Oké, hogy nem szabályos, tehát elvileg nem is lehetne, csak tolni lehetne, de ha már gurulsz, akkor legalább figyelj oda rohadtul, hogy ne akadályoz senkit, és hogy ne beszélyeztess senkit. Száguldozni a járdán az például szerintem kifejezetten rohadék dolog. Hát igen, ez nehéz helyzet, hogy azért vannak helyek, ahol hát nem szívesen mész biciklivel, gondolom, mert eléggé veszélyes. Nem csak Budapesten, nagyon sok városban. De amúgy a biciklisek egy csomószor nem nagyon vonatkozik rájuk a kressz, úgy érzem. Azt szoktam látni, hogy azért az, hogy pirosra a lámpa, az így náluk, ez csak ilyen ajánlásnak szokták így nézni. Láttam már autókat is átmenni piros lámpán, de hogy azért, hogy ezt sokkal lazábban kezelik a biciklisek amúgy. Hát valahol gyalogosok a biciklisek, nem mint a gyalogosoknak az, hogy nincsen zebra, vagy piros a lámpa a zebránál, hát attól még át lehet menni. Az már nagyobb probléma, hogy tényleg mostanában a járdán mennek a robogósok is egy csomószor, és ez már... A bicikli meg a roller, akkor én ezzel fogom zárni, mert itt nagyon sok autós kérdés is volt, és én nem autózom, szóval nekem az, hogy most a motorosok hogyan közlekednek, annyira nem hat ki az életemre az autópályán. De a biciklisek meg a rolleresek kihatnak. Igen.
és nagyon sarkos véleményem van, nem fog tetszeni sokaknak. Én a biciklisek 90%-át nem tartom korrektnek, meg amikor hőzöngenek, meg tüntetgetnek, azok is néha. Kicsit olyan a taxisokhoz tudom hasonlítani, akiknek mindent is lehet, mert a biciklisek ugyanilyenek, hogy nekik mindent is lehet. Tehát, hogyha ha a járdán zöld nekünk a gyalogos átkelő, akkor hirtelen ő is ott közlekedik, de ha lent jó neki a közúton, és ott zöld, akkor hirtelen ő is közúti közlekedő lesz. Na, az ilyet nagyon-nagyon gyűlölöm, ugyanez a rolleresekre. Én őszinte leszek, azt megkülönböztetném, hogy taktaharkány külsőn a mezőn, meg a faluba biciklizgethetsz, meg bárki biciklizgethet, attól megkülönböztetném, hogy egy nagyvárosban, egy Debrecen, egy Szeged, egy Miskolc, egy Győr, egy Budapest, szóval Sopron, tök mindegy, megkülönböztetném ezt a kettőfajta biciklis formátumot, mert az, hogy Mari néni eljusson a kóba taktaharkány külsőn, azon az úton, ahol óránként elhalad egy lovaskocsi, az teljesen más kategória, mint hogy az Andrássy úton cikázik, mint a hülye. Én, és itt jön a sarkos vélemény, én azt csinálnám, hogy valahogy ugye meg kellene szabni, hogy mi számít nagyvárosnak, már mondjuk szerintem ez, erre van valamiféle szabvány, bár nem tudom, de mindegy. Én nagyjából szerintem belőnék egy ilyen területi és lélekszámú adatot, ami felett a bicikliseknek kellene lennie egy kressz vizsgájának, és legalább egy ilyen vezetői engedély. Ugye ez nem jogosítvány, a vezetői engedéllyel tudsz például nagyon alacsony köpcentis robogókat is vezetni, ha jól tudom. Tehát, hogy egy olyanra kötelezném, az ezen, tehát a nagyvárosokban való és közúti forgalomban való közlekedés. Mert az, hogy leviszed a gyerekedet a játszótérre, ami el van kerítve, és ott a játszótéren biciklizgetnek a gyerekek, az tök jó, az teljesen más, mint az, hogy a közforgalomban cikázik, mint a hülye, megy a bicikli úton, aztán a közúton, aztán a járdán, mert éppen ahol neki jobb, nem figyel, be van dugva a füle, pont egyébként egy ismerősen mosodort el így egy bicikli villamosvezető, be volt dugva a füle, idióta sportbiciklivel ment, és akkor még a villamosvezető a hibás. Hát én nem tudom, hogy miért lenne az, de mindegy. Szóval alapvetően én nem vagyok kibékülve a biciklisekkel, sajnálom, és mondom még egyszer, nekem az a sarkos féle, rollereseknek ugyanez. Tehát az, hogy rollerrel, sok roller ilyen 40-50 km/h is alkalmas, és az, hogy erre nem kell semmiféle papír, vagy jogosítvány, vagy vezetői engedély, miközben az ugyanennyi km/h haladó robogóra legalább egy vezetői engedélyt le kell tenni, azt én nem tartom korrektnek, ugyanúgy a bicikli is. A biciklivel is tudsz menni, 40-nel, 50-nel is, jó, hát mondjuk ahhoz már nagyon tekerni kell, tudom, de tök mindegy. Én nem gondolom, hogy bárki biciklizgessen a városba. Ritkán megyek be a bel-bel városba, én itt a külvárosban lakom, de itt is a határúton, Kispesten, Lőrincen, Pesterzsébet város központba, úgyhogy azt látom, meg Csepelen, hát Csepel, aztán botrány. Bennünk van testvérem a csepeli vér, senki nem ér annyit, amennyit egy csepeli ér. Ezt most csak azért mondtam, mert tudom, hogy sűn Csepeli, és néha szokott nézni, vagy hát legalábbis volt már kommentelt. Szóval, hogy a lényeg, az egészből azt akarom kihozni, hogy nincs egy ilyen konszenzus arra vonatkozóan, hogy mi legyen annak a feltétele, hogy a közúti forgalomban biciklivel te részt vehessél, és szerintem nem egészséges dolog az, hogy én mondjuk, ha most vennék egy biciklit, akkor holnap ugyanúgy a Margit hídon az autók között én is elhaladhatnék 20-25 km/h mindenféle képesítés nélkül, mert nem tanultam soha kreszt, engem nem is nagyon érdekel, de nem is megyek közforgalomban, nem vezetek autót, nem vezetek biciklit. Buszbérletem van, érted? Ahhoz meg még nem kell kreszt. Na, hát ennyi. Na, jó hosszú lesz ez a videó, elnézést, schuldigunk bitte. De szerintem érdekes témákat feszegettek az Ádámék, ez egy kimondottan jó adás volt, és azért is reagáltam rá. Itt még beszélgetnek ők autósokról, valamint Csoki nagyon jót mondott, és azzal maximális egyetértettem, mert volt egy olyan felmérés, ami arra vonatkozott, hogy
a buszon vagy a közlekedési járműben való jegyvásárlás, ezt én is megszüntetném abban a formátumban, és abban igaza van, hogy ő egy krakkói példát hozott, de mondok nektek egy osztrák mellékvonalon tényleg, ahol a dízel 1000 éves Jenbacher döcög, azon is van egy automata, amin tudsz venni vasúti jegyet, de még bérletet is, bármit. Tehát ez az automata rendszer, de akár ott van Pozsony, ott is tudsz venni, vagy Nagyvárad, tessék, a sötét középkorban maradt Romániába is tudsz venni egy jegyet a villamoson, még az 1000 éves Tátrán is, mert én magam is úgy vettem a jegyet. Úgyhogy igen, sok jókat mondtak. Mindent lelinkelek a leírásba, ezt az adást is, a Jól van ez ittnek a csatornáját, a Ravencroxos beszélgetés, mert egyébként nem volt olyan szörnyű, én azt gondolom továbbra is. Bambi lehet, hogy picit túltolta a sörözést, de hát ha a söripar megindul, gyerekek, néha, akkor a söripar megindul. Bár ugye én is csináltam ilyen interjúkat, például a Vitézi Dáviddal is, vagy Andó Gergely jött hozzám, ugye, a stúdióba. Azért egy ilyen stúdióbeszélgetésnél én nem biztos, bár ennek más volt a légköre, hangulata és körítése, én nem biztos, hogy megengedném magamnak azt a szabadságot, hogy úgy mondjam, hogy elkezdjek alkoholt fogyasztani, még hogyha csak sört is és egy párat, de az ember összeszedetlenségébe tud sodorni az, hogyha alkoholos befolyásoltság alatt van. Egyébként tervezem Csokit meghívni én is a stúdiómba, de nem ilyen dolgokról beszélgetni, mint hogy a Pump kutya jó csatorna-e vagy sem. Szerintem amúgy nem rossz. De közlekedési kérdésekben azért látom, hogy eléggé nyitott és nagyon sok gondolat. Sokkal több gondolata van, mint az Ádámnak, és ezzel most nem negatívan akarom mondani ezt a történetet, ezért is gondolnám, hogy egyszer a Csokit meghívnám, és szerintem egy tök jó ilyen közlekedési laza beszélgetést tudnánk csinálni. Ezt mondjuk írjátok is meg, hogyha ezt ti szeretnétek. Egyáltalán valaki eljutott a videóba idáig, mert ilyen hosszú videót én ritkán szoktam csinálni, és igen, hamarosan jönnek nemzetközi túrák, reméljük, hogy ennek a nagy melegnek hamarosan vége, és újra tudunk szánkózni. Sziasztok! Ja, küldjetek rengeteg pénzt, tudjátok, lent a PayPal, Patreon. Megiratkozzatok fel, megnyomjatok egy hatalmas lájkot, és ha megláttok az utcán, ne gyertek oda. Sziasztok!